A legtöbben nem azért mennek eleve egy párkapcsolatba, mert ránéznek, hogy ez hozzájárulása neki, hozzájárulása a párjának, hozzájárulása a világnak, hanem azért, mert ez is egy automatikusan induló program. Valamilyen módon selejt vagy, hogyha nincsen párod. És csomóan nem akarnak párt. Megengedjük-e a másiknak, hogy ő maga legyen, és mi magunknak, hogy önmagunk legyen. Tehát ha az elején azért, hogy megkapd a másikat, elválsz magadtól, akkor ahhoz, hogy visszakapd magad, el kell majd váljál tőle. Ha megfigyeljük, akkor az történik, hogyha valaki bevállalja az azzal kapcsolatos ítéleteket, hogy ő más, és nem felel meg, annál vonzóbb lesz. Tehát az átlagember János 2-t nem jegyzi a történelem soha. Alapvetően ahhoz, hogy az életedet valójában teremteni tudd, akkor ezt mindig a jelenből kell működtetni. Pénznek nincs titka, kérd, fogad be. Most a legtöbben kérik, csak azért nem hajlandóak befogadni, mert annyiféle nézőpontja és beazonosítása van, hogy képtelen rá, hogy befogadjunk. És mi van, hogyha a pénz egyébként egy totál hétköznapi dolog, és hogyha nem teszünk rá semmi jelentőséget, akkor könnyeden működik. Minél inkább bele tudsz lazítani az élet dolgaiba, annál könnyebben működnek. Szeretettel üdvözöllek benneteket, ez a Teremtsd újra önmagad beszélgetés sorozat. Sokatok örömére újra vendégünk Palacskó András, Access facilitátor, aki elfogadta a meghívásomat, és nagyon izgalmas témákról fogunk beszélgetni. András, örülök, hogy itt vagy velünk. Szevasztok, köszönöm a meghívást. Vágjunk is bele. Egy meredek témával kezdünk, ez pedig a szenvedés. Hát láthatjuk azt, bármennyire is azt mondjuk, hogy nem akarjuk, a egyértelműen látszik, hogy az emberek nagyon sok esetben ragaszkodnak a szenvedésükhöz, mintha az nekik kellene, fogva a körömmel védik, és folyamatosan olyan kapcsolatokba mennek, folyamatosan olyan munkát mellett teszik le voksukat, ami biztos, hogy most darásfészek lesz, mert sokan mondják, hogy de hát én nem választhatok más, mert nekem csak ez jut, és a többi. Úgyhogy kíváncsian várom a tőled megszokott, akár elrugaszkodott nézőpontot is ebben a témában. Okay. Én egy nagyon messziről és másonnan kezdem, ugye eredetileg én buddhista tanítói végzettséggel estem neki a dolgoknak, és Buddha azzal kezdte a úgynevezett négy nemes igazságnál, hogy van szenvedés. Hogy van annak oka, van vége, és van olyan út, ami a végéhez vezet. Na most, hogyha az eredeti szanszkrit kifejezéseket nézzük, akkor ez, amit minden nyelvre van szenvedésnek fogalmaztak meg, az eredetileg valahogy úgy hangzik a szavakat értelmezve, hogy az, amikor azonosulsz különböző fogalmakkal, testtel, gondolataiddal, mindenfélével, akkor középpontvesztett vagy. Ez a ragaszkodás lenne? Igen, az már az okok közé tartozik, okay. Tehát hogy van először az, hogy kibillentünk a középpontunkból. A tengelyünkből. Elvétettük a középpontot, tehát amit a Biblia nem bűn, hanem véteni. Uh-huh. Elvéteni a középpontot. Ez a buddhizmusban pontosan erről szól, hogy amíg azonosulsz azzal a sok hülyeséggel, amit zakatol, és állandóan kapaszkodsz valamivel, vagy ellenállsz valaminek, ez már az okok, és nem tudod, hogy ki vagy, addig újra és újra generálod ezt a szenvedést. Bocsánat, most, hogyha a buddhizmus szóba hoztad, akkor Buddhánál pont úgy volt, igaz, hogy ez az aszkéta időszakában, amikor a húrok kapcsán kapta ezt a példát, hogy az arany középutat megtalálni, tehát ez lehetne valahol a tengelyünk ebben a szimbólumnál? Az inkább a felfedezés útja, tehát hogy maga az, hogy van szenvedés, az nem azt mondja, hogy az egész élet szenvedés, hanem csak a kvázi, hogyha nagyon leegyszerűsítem, hogy amikor nem vagy önmagad, akkor szenvedsz. Uh-huh. És hogy pontosan mi ez az önmagad, ez nem egy ilyen
most aktuális jelmondat, hogy légy önmagad, és akkor mit tudom én, valami üdítőital, és hogyha ezt iszod, akkor önmagad vagy, vagy valami hasonló ilyen marhaság, hanem tényleg az, akik valójában vagyunk. És nagyon érdekes, mert hogy ezt így nem így értelmezik a buddhisták általában, de nekem egy olyan szögből sikerült erre a dologra rálátni, ami meglehetősen sajátságos, tehát hogy van oka mindig a szenvedésnek, viszont később a buddhista gyakorlattal, vagy egyetem bármiféle önmagadhoz vezető gyakorlattal egyre inkább felfedezi az örömöt az ember. És az izgalmas benne, hogy annak viszont nincsen oka. Az választható. És hogy a szenvedésnek az egyik oka, hogy állandóan rohanunk, kajtatunk azután, hogy majd ettől én boldog leszek. Tehát, hogyha lesz sok pénzem, jó kapcsolatom, jó ez, meg az, az meg fogja adni nekem azt a boldogságot. Ezekkel egyébként semmi baj nincs, legyen sok pénzed, jó kapcsolatod, legyen klassz az életed, csak hogy amíg ezektől várjuk az örömet, ahelyett, hogy fordítva lenne, hogy fölfedezzük a lényünkből fakadó természetes örömöt, aminek nincs oka, és ebből kiindulva teremtjük meg ezeket a dolgokat, akkor ez egy teljesen más megközelítés. Ez, amit te azt szoktam mondani, hogy választásból teremtesz, nem? Igen, és ez mondjuk sokaknál így kiveri a biztosítékot, mert hogy úristen, ne hogyan válasszam. Az jut eszembe, hogy pár éve elmentünk egy ilyen Shiva fürdő fesztiválra, sámán fesztiválra Nepálba, és hát másztam lefele fejfájással, kicsit kevés volt a levegő, kicsit esett az eső, a helyi kaja miatt időnként be kellett guggolnom egy bokorba, szóval így fájt a lábam, vánszorogtam lefele, és közben meg így fülig ért a szám az örömtől, hogy ott lehetek minden szörnyű dolog dacára, és hogy tényleg az volt bennem, hogy oké, leérek a következő szállásig, ott valószínűleg annyi lesz, hogy egyrészt fekhetek, másrészt nem esik rám az eső, de mondjuk, hogy egy jót egyek, vagy tehát egy kicsit minőségibb, tehát azt várnom kell Katmanduig, ami még egy pár nap, és közben az volt bennem, hogy oké, most nekem várni kell a tökéletes körülményekre, hogy boldog legyek, vagy tulajdonképpen minden nehézség dacára választhatom azt, hogy wow, annyira hálás vagyok, hogy itt lehetek, és megvan ez az élményem. És persze egy csomó ember bolondnak tartana, hogy ki a franc akar egy ilyen terepen mászkálva ilyen körülmények között, de nekem ez buli volt. És az jut eszembe, hogy van egy kedves barátom, akit egyébként rajtad keresztül ismertem meg, és ő neki sikerült 1 millió forintot így félreutalnia, véletlenül valamit elszúrt, és egy olyan platformon, hogy esély nem volt rá, hogy azt visszaszerezze. És akkor volt egy pillanatnyi választása, hogy most úristen, mekkora hülye vagyok, elrontottam, blablabla, bla, bla. És ráadásul nem egy olyan, akinek így stócokba álltak a milliói. Viszont akkor azt mondta, hogy ezt elszúrtam, viszont nézhetem én ezt úgy is, hogy gazdag ember az, aki 1 milliót csak úgy félre tud utalni. És ez egy ilyen hülyeségnek hangzik, de abban a pillanatban, hogy azt a döntést hozta, hogy nem gyilkolja magát emiatt, hanem oké, lenyelem a békát, azért tudtam ezt megtenni, mert volt, és volt még 1 millió, és akkor ennyi volt, akkor azt elutal, mert egy kölcsönt adott vissza, és akkor hát mit tehetek, akkor elutalom a pénzt, és ahogy elengedte ezt az egészet, másnap visszajött neki rejtélyes módon, hál' Istennek az a platform mégis valahogy megoldotta, hogy a félreutalás visszaérkezzen, pedig elvileg semmi esély nem lett volna rá. Tehát ott volt egy olyan helyzetben, ami rossz, és mégis hozott egy olyan döntést,
hogy ehhez ő egy pozitív módon áll hozzá. Na most a legtöbben belefeszülnek ebbe az örömhajszolásba, és közben folyamatosan ítélkeznek magukon, hogy ezt is rosszul csinálom, azt is, tulajdonképpen az egész világ nagyjából arról szól, hogy hogyan kéne helyesen, jól, megfelelően csinálni, és hogyha nem úgy csinálod, akkor rossz vagy, akkor elszúrtad az egészet, és ezzel az önostorozással szeretnénk valahogy előre keveredni, ahelyett, hogy egyszerűen azzal kezdenek, hogy mi van, hogyha abba hagyom az öncsesztetést. Van egy ilyen nagyszerű kérdés, hogy mi a jó helyes megfelelő ebbe, amit nem vettem észre, nem ismertem még el. És ezen keresztül ki lehet lépni a dolgokba. És ez nem azt jelenti, hogy ugyan jó van az úgy, mert az megint egy másik véglet. Viszont hogyha kicsit bele tudunk lazulni, és nem folyamatos ítélkezések által próbálunk valahova eljutni, akkor az már ad egy hatalmas teret. És akkor, hogy említetted, hogy valahol még sorba is állunk a nehézségekért, a pofonért. Igen, nagyon sokaknak egy ilyen fals elképzelése van arról, hogy hogyan kéne kiérdemelni dolgokat. Na most érkezünk meg oda, amire én gondoltam, aha, csak figyelemmel hallgattalak, hogy honnan közelítesz a témához, mert ez egy teljesen más nézőpont, mint amire én készültem fejben. Tehát nem jegyzetből, vagy nem elvárással, hanem hogy én mire akartam, és most szerintem odaérkezünk, de csak azért szólalok meg, mert szeretném, ha odaérkeznénk, és lehet, hogy te még egy nézőpontot behozol. Okay. Ugye most te azt mondtad, hogy várunk bizonyos dolgokról, és itt a buddhizmusban is ugye úgy jön be, hogy a sóvárgás az, amikor azt mondom, majd ez meg lesz, majd az meg lesz, na majd akkor elég boldog leszek. Én nem erre gondoltam, én arra gondoltam, amikor az embernek van magáról egy képe, hogy ő mit érdemel meg, és ennek kapcsán ahhoz hasonló szituációkat kreál magának az életében. És itt gondolok arra, hogyha ő úgy érzi, hogy ő egy nem elég jó nő vagy férfi, nem csak külsőleg gondolja így magáról, mert már tudom, így sok ezer ember eljött a tréningem, és látom, hogy milyen önbecsülés, önértékelési problémák, önképzavar, tehát hogy rengeteg ilyen dolog van. Viszont most arra is gondolok, hogy azt érzi, hogy ő neki az az ismerős, amikor rosszul bánnak vele. Az az ismerős, amikor egy olyan munkája van, amit utál, és még szarul is keres belőle, az az ismerős. Tehát, hogy azt tudja elképzelni, hogy az lehetséges számára. Én erre is gondolnék itt. Oké, okay, abszolút teljes, össze is kötném a kettőt. Kérlek. Tehát, ahogy mondtam, hogy a probléma az, hogy ki vagyunk mozdulva a középpontunkból, és, okay, hogy vannak ilyen azonosulásaink. Tehát, hogy honnan vesszük ezeket az azonosulásokat? Folyamatosan kívülre tekintünk. Másoljuk az ősöket, mert oda születtem, ez van, így másoljuk a környezetünket, az országot. Sztereotípiákat. Abszolút ezeket a balsós, akit régen tép, és gyakorlatilag a himnuszunk tulajdonképp, ha belegondolunk, akkor nem lenne egy depresszív dolog, bár sokan így értelmezik, mert gyakorlatilag az a szöveg, hogy hozz rá a végeztendőt, mert már megérdemeljük, mert annyit szenvedtünk. Elég volt már ebből. És hogy gyakorlatilag még mindig ott van az, hogy ezért meg kell küzdeni. Uh-huh. És nem arról van szó, hogy sült galambra kell várni, de hogy nem a megküzdés feltétlen, ami hozza erre az eredményt. Mondjak egy példát. Én, mikor voltál, tavaly voltál, azt hiszem, tavaly voltál a táborba, hívtalak előadóként, és már akkor elkezdtem gyakorolni a fekvőtámaszokat, és akkor előtte döntöttem el, hogy megcsinálok minden évben annyi fekvőtámaszt, ahány éves vagyok. És ugye tavaly voltam 45, és akkor ilyen 30 körüli fekvőtámasz ment kb. Ott voltál, és arról beszéltél, hogy ne izzadságból akarj elérni valamit, hanem választásból, mint amire most mondod itt ezeket a példákat.
És másnap reggel elkezdtem csinálni, feküdtem azt, András, és megcsináltam a 45-öt. Egész döbben, azut utána se tudtam, most már Istennek több megy, de hogy utána hónapokig nem tudtam megint megcsinálni, csak ott egyfolytában reggel ezzel a gondolat sorral ébredtem fel, hogy mi lenne, ha nem a szenvedést kötném a fekvő támaszhoz, meg a meg kell csinálni, meg a nem tudom, különböző ilyen, hanem csak azt mondom, most azt választom, hogy megcsinálom ezt a gyakorlatot, és furcsa érzés volt, mert ismeretlen volt. És azért kérdezem most a szenvedés felől, mert azt párosítjuk hozzá, hogy ahhoz, hogy valami jó történjen, annak szívás kell, hogy legyen a másik oldalán. Tehát, hogy van egy kicsit ilyen érzés. Ez nagyon érdekes, még megint visszatérek egy picit a Himalájába. Uh-huh. Ott küzdöttem fölfele magam a meredeken, és ott volt madám barátom, a szervezőnk, nepáli barátunk, és így lődörgött mögöttem. Tehát ugye egyértelmű volt, hogy neki ez ilyen laza séta a parkban, tehát ez olyan, amit úgy hívnak, hogy nepáli lapos. Na, szóval, hogy... Nepáli lapos. Ja, nepáli lapos, ez kicsit föl, kicsit le. De lényeg az, hogy ő ilyen nagyon lazán volt, és ráhangulottam, hogy ő hogy van a testével. És azt vettem észre, hogy bele tudok lazulni annyira, hogy olyan könnyedén működjön a testem, ahogy neki. Viszont ez olyan szintű szellemi erőfeszítés volt, hogy egy idő után nem bírtam a koncentrálást, és visszamentem oda, hogy a tudatom egy ilyen szétesettebb, lazább állapotban volt, viszont a testemet meg vonszoltam fölfelé. Egyszerűen azt vettem észre, hogy küzdenem kell azzal, hogy föntartsam a testemben a könnyedséget. Egy kedves barátom, aki edző, ő volt az, aki először így rámutatott, lecsalt az edzőterembe, csináltunk egy-két gyakorlatot, és ez a vedd észre, hogy a testednek ez tetszik. És vagy pontosabban megkérdezi, észreveszed, hogy tetszik, és hogy passzus, nem vettem észre. És amikor így rákérdezett, és valóban ránéztem, akkor kiderült, hogy igen, ez a testemnek tetszik, csak annyira keményen ott volt az a nézőpont, így Churchill-féle, hogyha lehet feküdni, akkor ne üljél, és hogyha lehet ülni, akkor ne álljál, és ez az abszolút lustaság nézőpontja ott volt, és hát mögé kellett néznem, hogy ez csak egy nézőpont. Ehhez hadd csatlakozzak azzal, hogy én évtizedekig abban éltem, csak így a batyú, amit hozunk meg, ezek az ítélkezések, nézőpontok, amik belénk kövesednek sokszor egy életen át, hogy mi nem vagyunk olyan család, aki sportol, soha nem sportol. Aha. Apukám boxolt gyerekkorában, de kb. Ennyi, és az anyukám volt mindig a szóvivője ennek, aki mindig mondta, hogy hát, mi nem vagyunk egy sportos család, nekünk nem olyan a genetikánk, nem tudom, és akkor ezekkel én így belakmároztam, és egészen 40 fölött volt az, amikor eljutottam oda, hogy biztos? Tehát, hogy így megkérdőjelezem ezt az egészet, hogy ez most tényleg genetika miatt meg, és amikor elkezdtem ezt az egész folyamatot, bennem is megtörtént ez, hogy élvezem. Hát ez furcsa, ismeretlen. Itt van az, amikor azt mondom, hogy ismerős a szívás, ismerős az, hogy nem úgy alakulnak, és ismeretlen az, hogy ezt most élvezem, és megy, és sikerül. Aha, és pontosan itt van megint csak, hogy ez a fals azonosulás, amikor nem tudod, hogy ki vagy, ez az azonosulás, ez miért is csináljuk? Hogy a családomhoz tartozzak. Hogy az országomhoz tartozzak. A törzsemhez, a közösségemhez. A törzsemhez, ahhoz a réteghez aha. tartozzak, és hogy ezek valahol, mint hogyha ezek adnának erőt, de közben pedig a valódi erő az a valódi lényünkből fakad, és bizony ehhez föl kell vállalni azt, hogy felfedezem azt, hogy nekem mi működik, és akkor ott megtalálhatom azt az örömet. És nagyon érdekes, mert sok-sok-sok évvel ezelőtt sétáltam a körúton, és hát itt a Rákóczi tér környékén szembe jött egy dolgozó lány, és így rám nézett, ahogy vigyorogva sételtem, hogy neked meg mitől van jó kedved? és gyakorlatilag lecseszett azért, hogy jól vagyok. Na most vegyük észre, hogy folyamatosan ez a vagy az erőltetés, hogy mindenem vigyorogni kell,
mert akkor vagy oké, hogyha nagyon pozitív vagy, és akkor teleszórjuk a Facebookot a különböző ilyen képekkel, hogy nekünk milyen jó. A másik oldalra meg, hogy ne legyen már annyira jó, ne, te meg mit röhögsz? Hát nem tudod, hogy összedől éppen a világ. És mi van, hogyha ha közben ténylegesen kimerünk lépni abból a nyáj szellemből. És néha azért nehéz kilépni, mert nem csak, hogy félünk mások lenni, hanem úristen, akkor én magam mögött hagyom őket. Hadd kérek megint szót, András. Igen. Tőled kaptam azt a gondolatot, hogy miért kéne a szar meg a fos közül választani, miért ne nyithatnál egy új kategóriát. És én ezért nagyon hálás vagyok neked, és miközben hallgattalak, most is ez villant be, amikor azt mondom, hogy megmerem engedni, hogy nekem mi a jó, felfedezem azt, hogy én miben vagyok, és ez járhat azzal, hogy az akkori törzsemből kiközösítenek. És ez félelmetes. Ez egyébként erről én is bátorkodtam tartani egy előadástól, arról az eredetéről beszéltem, hogy régen ez egyenlő volt a halállal, hiszen régen ugye, hogyha törzs ki, akkor te ott megfajtsz, megesznek a tigris, nem tudom mit, annak idején. De az érzés még mindig bennünk van. De a szar meg a fos, ez azért hoztam szóba, mert itt majdnem, hogy az van, hogy vagy merem vállalni magam, vagy besimulok, és mi van akkor, mert én azt tartom a leginkább könnyűnek, teresnek így magammal kapcsolatban, hogyha egy olyan közösséget alkotok, vagy annak a tagjává válok, ami biztosítja azt az elfogadást, hogy mindenki kilóghat a sorból bizonyos értelemben, és akkor egy új menet születik, ahol mindenki lehet individuum, mindenki lehet, ahogy nagyon tetszett, amit mondasz, hogy nem egy image, hanem egy egyéniség, és emellett pedig van egy, az az összetartó ereje majdnem, hogy ennek a közösségnek, ahol az van, hogy erre bátorít, hogy te is bontakoztass ki magad. És hogyha megfigyeljük, akkor az történik, hogyha valaki bevállalja az azzal kapcsolatos ítéleteket, hogy ő más, és nem felel meg, annál vonzóbb lesz. Tehát az átlagember János 2-t nem jegyzi a történelem soha. Senki nem jegyzi, viszont megjelennek olyan alakok, akik felrúgnak mindent, és lehet, hogy az elején utálatot kapnak, de egy idő után pedig elkezdik őket követni, és te gyakorlatilag, hogyha ha bemered vállalni magadat, akkor igen, fölborul egy egész csomó dolog, de utána viszont Kisimul helyre kerül? A tanárom szokta mondani, hogy ha bevállalod azt is, hogy akármi más vagyok, meg nem akarok megfelelni, meg utálom a hülyéket, és nem próbálok jó pofát vágni hozzájuk, és az összes többi ilyen szalonképtelen dolgot, akkor egyszerűen egy idő után le se tud rázni az embereket, mert vonzónak tartanak, mert hogy ó, végre valaki, aki igazi. És ezzel, tehát ehhez tényleg be kell vállalnunk a másságunkat. Na most ennek van egy másik véglete, amikor valaki úgy fölrúg mindent, hogy én csak azért is más vagyok. Mm-hmm. Tehát az megint egy csinált másság, az még mindig ugyanabból indul ki. Nekem most a gyermeki másság jut eszembe, mert ott még ez ilyen koszolatlan, ez a mert gátlástalan, ugye sokszor térek vissza ez a kifejezéshez mostanában, hogy a gyerek még gátlástalan, és ezt sokszor már ilyen ítélkezően használjuk, vagy rossz értelmezésbe felnőttként, hogy micsoda egy gátlástalan egy ember ez, holott ez lenne a cél, hogy visszakapjuk ezt a részünket, hogy ne legyen bennünk a görcs, a szenvedés, a félelem attól, hogy elfogadnak vagy sem, megítélnek. Abszolút, és akkor most miért a gátlásos jobb? Tehát, hogyha ugyanannak a szónak a másik végét nézzük. Tehát, hogy mi van, hogyha túl a gátakon. Sőt, egy olyan képpel jönnék, hogy egy kicsit olyanok vagyunk, mint a hangvillák, amikor összerezeg egy csomó hangvilla. És egy csomó problémánk abból van, hogy összerezgünk a nagy átlaggal. Mm. És
és meg kell, hogy mondjam, hogy tehát a Gauss-görbe közepe, a nagy átlag, az... Tehát az a langyos, amiről Jézus is azt mondta, hogy még azt is kiköpik, inkább legyél forró vagy hideg, vagy önmagad, de ne az a semmilyen átlag valami, ahol igazán nincs benne semmiféle energia. Na most erre egy csomó szinten így, mint a hangvilla rárezgünk. Na most mi abba az irányba próbálom én invitálni az embereket, hogy hajlandó lennél-e a domináns rezgés lenni az adott térbe. Uh-huh. Nem te alkalmazkodsz a többiekhez, falsul értelmezve az egységet vagy a szeretetet, hanem pontosan az, hogy azt az egyedi ajándékot felfedezve annak a rezgésének lenni és arra invitálni a többieket. És igen, lesznek olyanok, akik ettől megrettennek, kígyott béket kiabálnak rád, mert ők nem mernek oda menni, vagy nem választják, hogy oda menjenek. De viszont egy csomó embernek meg inspiráció lehetsz ezáltal. És azt hiszem, hogy ezért jöttünk ide, ezért születtünk. De először ezt föl kell fedezni. Tehát néha olyan kérdéseket szoktam feltenni az embereknek, hogy teljesen kiakasztom őket, például... Ezt tanúsíthatom. Például nemrégiben belefutottam egy ilyen videóba, az egyik kedvenc ilyen utazó vloggerem beszélgetett egy maszáj feleséggel, és így megkérdezte, hogy akkor hogy lett neked a férjed, és akkor ők hárman vannak feleségek, és hogy működik ez az egész dolog. És gyakorlatilag neki az egy ilyen tök természetes, és azt mondja, hogy nem is szeretne egyedül egy pasit. És akkor így föl szoktam sorolni, hogy hányféle típusú párkapcsolat létezik a világban, több nejűség, több férjűség, ez az amaz. És mi itt meg eldöntjük azt, hogy a monogámia az igazi. És igen, valószínűleg legtöbbek számára az, de soha nem abból, hogy valaha megkérdezte, hogy nekem mi működik, tényleg működik, és nem csak mi is másolok, hanem mi az, ami tényleg nekem működik. Ezt szinte senki nem kérdezte, mert adott dolog, ide szülöttünk, itt monogámia van, pont. És akkor inkább elkezdem beleerőltetni magam egy ilyen rendszerbe, és lehet, hogyha egyébként fölteszem a kérdést, és kiderül, hogy tényleg nekem a monogámia működik, és más az, amikor ennek az éberségéből választom ezt, és más az, amikor azért, mert itt ez a szokás. Egészen döbbenetes, András, mint a dramaturgiailag így beleillesztetted volna a következő témában. Három témát akarok most érinteni a beszélgetés során. Csak a következő az a párkapcsolat, tehát már így meg is ágyasztál neki alapvetően, mert annak idején egy előadásodon hallgattam, és milyen elgondolkodtatott, hogy minden reggel, amikor felkezd, benne élsz egy párkapcsolatban, minden reggel, amikor felkelsz, kérdezd meg magadtól, hogy ma is őt választanám-e. És természetesen akkor is hozzátetted, mint szerintem most is fontos, mert bárki félreértelmezné az itt elhangzott gondolatokat, ez nem azt jelenti, hogyha egy adott reggelen az a válaszod, hogy ezt biztos, hogy nem, akkor válj el, vagy lép ki, vagy bármi ilyesmi, de hogy azért árulkodó lehet az, hogy szabad választásból vagy-e benne egy kapcsolatban, vagy bizonyos ítélkezések és különböző olyan sztereotípiák, döntések, akár a monogámia, vagy akár az, hogy a népítélet, vagy bármi ilyesmi, ami ebben kapcsolódik mélyen, ami kollektív tudatunkban is van egy ilyen, tehát a csoportszintű gondolkodásban, és egyén szintjén, vagy a család szintjén is vannak különböző. Most, amit behoztál egy másik kultúrkörből, az pont egy olyan, ami lehet, hogy bizonyos férfiakban azt váltja ki, hogy három feleség, hogy hova lehet költözni? Tehát, hogy van, aki meg azt mondja, hogy hát ilyet nem lehet, hát az egy, és így vagyunk monogámia. Tehát, hogy erről is beszélj kérlek egy kicsit, ebben a megközelítésben ez a szabad választás, hogy mi könnyű nekem, hogyan hoztam, milyen ítéletek vannak rajta? Abszolút, és akkor ez a hova kell költözni, csajoknak a Himalájába, ott a több férjűség van. Komolyan. Ennek némileg gazdasági okai is vannak, mert ugye
több pasi egy nőnek kevesebb gyereket tud csinálni, nem kell annyira szétdarabolni a örökölt földeket, amikből kevés, szóval egy csomó minden van e mögött, de tehát, hogy igen, az, hogy hogyan is működik ez a ma még őt választom. Alapvetően ahhoz, hogy az életedet valójában teremteni tudd, akkor azt mindig a jelenből kell működtetni. És a szenvedésnek az egyik oka, hogy csak az ökör következetes, hogy valamit valahol eldöntöttünk, vagy helyettünk eldöntöttek, és akkor azt ott végig kell csinálni, ha beledöglünk is. Ahelyett, hogy azt néznénk, hogy valójában mi az, ami teremt, és akkor ezzel nem arra invitálok bárkit, hogyha felbukkan az első nehézség, akkor fussunk el. Mert, ezt én is kétszer aláhúztam, igen. Mert hogy ezt amúgy is csináljuk. Hanem igazándiból arra, hogy mi az, ami ténylegesen működik nekünk, és hogyha úgy vagyok jelen a másikkal, hogy igen, most is téged választalak, és most is, az egy más minőségű jelenlét, mint az, hogy a hülye székely vicc, hogy szeretsz, hát 10 éve mondtam, majd szólok, hogyha ez megváltozik. Tehát, hogy így, de legalább ott van, hogy majd szólok, hogyha ez megváltozik. Tehát, hogy hajlandó vagyok-e mindig a pillanatban választani, és nem arról, hogy a pillanatnak az impulzusa alapján, hanem egy éberségből, hogy mi teremt többet mindenféle szempontból. Tehát a legtöbben nem azért mennek eleve egy párkapcsolatba, mert ránéznek, hogy ez hozzájárulása neki, hozzájárulása a párjának, hozzájárulása a világnak, hanem azért, mert ez is egy automatikusan induló program. Valamilyen módon selejt vagy, hogyha nincsen párod. És csomóan nem akarnak párt. Ugyanez van a gyerekkel is, ezt úgy tapasztalom, és sokan mondják, már fiatal nők is, akik eljönnek, hogy az anyukája vagy az anyósa nyomasztja ezzel, hogy figyelj, tehát hol van már a gyerek? Tehát igen. Már itt lenne az ideje, és elkezd rágörcsölni. Pontosan van, tehát gyakorlatilag egy nagy halom ilyen program működik, amire soha, de soha nem néztünk rá, hogy nekem ez működik, vagy hogyan működik. Tehát van egy olyan dolog, amit úgy hívunk, magyarra úgy sikerült lefordítani, hogy kreácsolat, ami gyakorlatilag, hogy nem csak egy kapcsolat, hanem egy teremtő kapcsolat. Tehát ahol nem azért van a kapcsolat, hogy kipipáljuk, hogy rendben van, ezt is megcsináltuk, és akkor ezt már csak fönn kell tartani, és gyűlöljük egymást, de nem válunk, Bocsánat, nem szabad. Úgy hangzott el annak idején sokszor, hogy örüljünk, hogy ez is van. Ja, hát igen. Mert ez egy nagyon erős mondat, tudod, hogy miért nem lépsz ki egy kapcsolatba? Örüljök, hogy ez is van. Igen, és a legtöbben inkább benne vannak egy pocsék kapcsolatba, csak hogy legyen. De mert van egy másik oldal is, hogy ciki, ha nincs párom. Tehát, hogy még nem igaz, hogy még egy párt se tudok találni. Ha viszont van egy, akkor inkább benne maradok. Aha. Viszont van egy nagyon rossz hírem egyébként annak, aki egy kicsit tudatosabbá válik. Ahogy az egyik tanárom mondta, hogy amióta tudatosabb, több a lehetőség, mert kinyílott, szexisebb, meg nyitottabb, ezáltal meg minden. Vonzóbb. Ezáltal vonzóbb, és a másik oldalról viszont sokkal kevesebb a megvalósuló lehetőség, meg kevés a minőség. Ezzel sajnos szembe kell néznünk. Szűkül a kör. Szűkül a kör, mert egész egyszerűen egy ponton nem fogja beérni az ember azzal, hogy egy átlag dolog történjen. És tehát én például egy végtelenül mázlista vagyok, mert olyan párom van, akivel
akivel együtt mozgunk, meg tudunk osztani egy csomó dolgot. És ez nem azt jelenti, hogy egyformának kell lennünk, de nagyjából valami irány az úgy kell, hogy legyen. És még mi is néha nagyon hajszálnyi, de megbotlunk abba, hogy mivel állandóan nyitjuk tovább a valóságunkat, és változunk. Olyan tempóba változunk, hogy egyszerűen alig tud bárki lépést tartani a dologgal. És hogy ne akarjuk kontrollálni a másikat a változásban, mert ott fölbukkanhat a félelem, hogy úristen, hogyha a másik megváltozik, akkor utána már nem engem akar. Mm. És erre azt tudom mondani, hogy akkor elengedem. Mert fontosabb kell, hogy legyen az előre lépés, mint az, hogy én kontrollálva dobozba tartsam a másikat, vagy éppen saját magamat. Tehát ez szerintem a kapcsolatoknak egy dinamikus rendszernek kell lenni. És igen, tehát visszatérve arra, hogy nem kiugrunk az első pillanatban, hogyha valami nehézség van, hogy gyakorlatilag amikor így tehát például amikor így kitalálják, hogy akkor most így nyitunk, meg akkor lépjük túl a monogámiát, az ne legyen megoldás semmire, mert semmit nem, tényleg nem old meg semmit. Ez csak egy ízlés kérdése, maximum, hogy kinek mi az, ami működik. Viszont hogyha tudjuk támogatni egymást, és nem annak az illúziójával működünk, hogy ez készen van, mert pedig ezt az illúziót készen kapjuk. A mesék boldogan éltek, még meg nem haltak. Az összes kicseszett hollywoodi film arról szól, hogy megküzdenek egymással, meg félreértések, aztán végül is belátják, hogy egymás nélkül nem megy, és boldogan éltek, amíg meg nem haltak. Holott a lényeg az ott kezdődne, ahol a filmek meg a mese véget ért, hogy akkor ezt most itt hogyan teremtjük. És nem elmenekülünk egymástól, hanem megnézzük, hogy milyen hozzájárulások tudunk lenni egymáshoz, hogyan tudjuk kitágítani a lehetőségeket. És tehát, hogy közben megengedjük-e a másiknak, hogy ő önmaga legyen, és mi magunknak, hogy önmagunk legyen. Tehát ha az elején azért, hogy megkapd a másikat, elválsz magadtól, akkor ahhoz, hogy visszakapd magad, el kell majd váljál tőle. Ez egy nagyon erős felismerés lehet. Hadd kanyarodjak vissza, mert többször utaltára, hogy egymás támogatásával hozzájárulás legyek a másik életében, és a többi, hogy én azt tapasztalom, hogy ugye ezeknél a kapcsolati válságoknál nagyon sokszor az a kiváltó ok, amit fel is hoztál most témaként, hogyha a másiknak összejön, amit ő akar, le akar fogyni, önmegvalósít, nyílik, aha, akkor már nem engem fog választani, éppen ezért nem, hogy támogatnám, hanem mondjuk fogyókúránál sokszor volt ilyen hölgyek, mondták, hogy amikor ő eldönti, uh-huh, hogy mondjuk akkor ő most elmegy egy új programot megint, akkor azt mondja a férje, hogy hát minek mennél, már 8-szor próbáltad, nem látod, hogy neked nem jön össze, inkább egyél egy kicsit, mert akkor tudom, hogyha eszik, akkor mellettem fog maradni, mivel én azzal szoktam vegyíteni nyilván, hogy mivel az egyik félben nincsen meg az ön elfogadása, maga elfogadása, ezért a másikat is próbálja gúzsba kötni, hogy ne legyen jobb perspektíva neki a horizonton, hogy akkor biztos mellettem marad. Ez szöges ellentéte annak, mint amiről te most beszélsz, hogy nyíljunk közösen, hogy támogassuk egymást, legyünk hozzájárulás, és támogassuk abban, hogy ő megvalósítsa magát. És az, amit mondtál Majával kapcsolatban, hogy igen, hogyha az van, hogy az az ára az ő nyílásának, hogy már nem én vagyok az hozzájárulás az ő életében, akkor az egy értető dolog, hogy én azt mondom, hogy akkor
hadd menjen tovább az útján. Na hát ez nagyon messze esik attól, a perspektívától, amiben most nagyon sokan gondolkodnak szerintem. Abszolút. Én mondjuk egy elég furcsa figura vagyok, én azokat szólítom meg általában, akiknek elege van abból, hogy ez a világ itt hogy működik. És tudom, hogy egy csomó embernek tökéletesen jó ez a működésmód, a szappan, a pere, a dráma, a kirakat, a küzdelem. Jó, egészségükre csinálják. Én azokhoz szólok, akik ideig az egyébként teljesen normális nyitottságukat szégyeltek. Akik úristen, nekem akkor bele kell illeszkednem. Vagy ha nem, akkor velem van a gond. Hogy velem volna a gond. Nem. És hogy... Igen, ez a kapcsolat, ez hogyha nincs kész, hanem folyamatos teremtésben van, akkor egy végtelen kaland lehet. Az emberek az életükkel is ezt csinálják, hogy szeretnék, hogy legyen kész valahol az életük, és nincs kész, nincs olyan, hogy kész. Állandóan új és új, tehát van egy olyan eszköz, hogy minden este elpusztítom, nem teremtetté teszem, ami ideig a kapcsolatunk volt, és minden reggel azzal kérek, hogy most milyen a kapcsolatunk. És ez folyamatosan, tehát új ember mellett ébredek gyakorlatilag mindig, és újra és újra aktualizálódik valami, és ez tény, hogy azzal jár, hogy nincsenek meg a megszokott kapaszkodók. Amiről ti sokat beszéltek, az a hogyan lehetne még ennél is jobb, és én ezt azért tartom nagyon ide illőnek most, mert az, amiről az előbb beszéltél, hogy új lappal nyitok reggel, az nekem egy kicsit azt üzeni, mint hogyha a felfedezés, a másik felfedezése, az a fajta kíváncsiság, az a fajta csodálata, hogy egy kapcsolat elején nyitunk, az kihal, és hogyha az az újrateremtés, tehát ez a reggelente újraindul, akkor ott megint megtörténik. Tony Robbins mondta így, hogy ha azt tennénk egy kapcsolat végén, amit az elején, akkor nem lenne vége. Tehát amit most te mondasz, az talán arról is szólhat, kicsit összevonva, hogyha mindig a szabad választás, és itt van, amivel ezt a téma felvetést hoztam, hogy reggelente kezdem, meg ma is őt választanám, hogyha arra koncentrálok, hogy lehetünk egymás számára hozzájárulás, hogyan tudjuk egymást támogatni, akkor ott megjelenik szerintem az a, amit a te egész életedben látok, az a fajta kaland, az a fajta kíváncsiság, rácsodálkozás, ahogy a gyerek, nekem ugye 3 gyerekem van, tehát nagyon szeretem őket nézni ebből a szempontból, hogy kíváncsian várják, hogy lehet még ennél is jobb. Tehát ők ösztönszerűen csinálják még azt, amit nekünk, felnőtteknek, és most lehet, hogy legfőképp magamra gondolok, újra meg kell tanítani, hogy kérdezésben legyek, hogy nyissak, hogy egy nagyobb perspektívát nézzek. Abszolút, és én ezt tovább viszem, nem csak a kapcsolatunkkal, ezt megcsinálhatod ugye a vállalkozásoddal, a bármivel, de legfőképpen saját magaddal. Én most egy olyan kurzuson vettem részt egy pár hete, ahol így olyan szinten fölrúgta a referenciapontjaimat, hogy azzal ébredek, hogy oké, ki vagyok, és most milyen lesz a választásom, a reakcióm bármire. Tehát egy állandó rácsodálkozásban vagyok, hogy most milyen elő belőlem. Tehát ugye az önismeret ez egy kulcs, de az önismeretet nem olyan szempontból értem, hogy és akkor tudom, hogy ez és ez vagyok. Tehát hogy én úgy látom, hogy az összes ilyen rendszer, a grafológia, az eneogram, az asztrológia, a pszichológiai kategóriák, meg mindenek, ezek leginkább arról szólnak, hogy amikor nem vagyunk önmagunk, akkor hogyan működünk. Amikor önmagunk vagyunk, akkor pedig ott van egy végtelen lehetőség, és hogyan, és egy választás, hogy most hogyan aktualizálhatom magam ebben a pillanatban.
Hozzunk be egy harmadik témát is, András, mert vészesen közeleg a beszélgetésünknek a zárszava, és nem akarom kihagyni belőle, mert hogy az előbb, amikor elkezdted ezt mondani, hogy ezt nem csak a párkapcsolatra, hanem akár a hivatásunkra, és mondom, nem hiszem, hogy szóba hozod a harmadik témát, mint hogyha így összeegyeztetnénk így az egészet. A pénzről beszéljünk, a pénzről pedig úgy, hogy szerintem legendásan rossz viszonya van a magyar embernek a pénzzel. Itt megint rengeteg ítélet, rengeteg nézőpont telepedett rá, és nehezíti ezt az egyébként választható kérdés. Most a választható kérdés alatt nem arra gondolok, hogy így lehet pénzt csinálni, hanem arra gondolok, hogy az a nézőpont, ami bekövesedett azzal kapcsolatban, amit a pénzhez párosítunk, hogy az milyen szinten megnehezítheti a mindennapjainkat, gyakorlatilag az egész életünket, mert nagyon tetszett az, amikor téged elkezdtek kritizálni azzal kapcsolatban, hogy és hogyha te ennyire ilyen buddhista tanító, meg ennyire segítő vagy, akkor miért kell neked pénzt kérni a bizonyos kurzusokért? És akkor azt mondtad, meg hogy, ja, meg, vagy, hogy ennyire spirituális lény vagy, és azt mondtad, hogy az én spirituális lényemnek van egy fizikai teste, aki ebben az univerzumban él, és igen, kenyérért, meg különböző élelmiszerekért úgy tudok elmenni, hogy pénzt adok érte, tehát nekem is ebben a játékban szerepet játszik. Ezt most egy picit félreteszem, csak azt akarom ezzel kérni tőled, hogy beszéljünk egy kicsit úgy a pénzről, beszéljünk egy kicsit erről energetikailag, illetve az ítélkezések szempontjából, tehát nem három praktikus tanácsot várok tőled, ahogyan több pénzt tudunk keresni, hanem azt a nézőpontot, amivel esetleg tudunk lazítani, más lehetséges nézőpontokat megvizsgálni a pénzhez való viszonyunkkal. Ez nagyon érdekes, mert egyre kevesebb fix dolgot tudok a dologról mondani. Tartottam több olyan kurzust, utoljára csináltam egy két napos pénzes elengedés kurzust, és az volt az igazán izgalmas, tulajdonképpen ez volt már a harmadik alkalom, amikor a pénzből indultunk ki, és ahogy elkezdtük elengedni az ezzel kapcsolatos görcsöket, nézőpontokat, egy olyan végtelen tér és könnyedség jelent meg, hogy a második napon úgy sétáltam a belvárosban, mint hogyha az erdőben mászkálnék ilyen leengedett falakkal, és az lepett meg, hogy egy ennyire súlyos témát hogy lehet idáig vinni. És igen, szóval szinte mindenki helyesen, jól, megfelelően akar eljárni, de tele van fix nézőpontokkal, hogy mi a helyes. És hogy az egyik legnagyobb dolog az, hogy észrevenni, hogy hol vannak ítélkezéseink, és megkövetelni magunktól, hogy ezeket letesszük. Tényleg nem tudok három konkrét dolgot mondani, mert hogy még semmilyen konkrét dolgot nem tudok mondani. Ennek én nagyon örülök. Mert hogy nem attól működik a pénz. Tehát éppen van egy ilyen csoportom a Facebookon, hogy pénztudatosság, Access Consciousness csoport, és minden nap kiírok valami okosságot, és egy-két napja írtam ki azt, hogy a pénznek nincs titka, kérd, fogad be. De most a legtöbben kérik, csak azért nem hajlandóak befogadni, mert annyiféle nézőpontja és beazonosítása van, hogy képtelen rá, hogy befogadjon. De nagyon sokan azt mondják, hogy de én szeretném a pénzt, és számára a pénz azt jelenti, hogy 2,5 évesen azt hallotta, annak volt a tanúja, hogy a szomszéd szobában anyu apu üvöltve veszekszik egy befizetetlen csekken, és gyakorlatilag ezzel azonosítja, és akkor ebből kér többet, és akkor egyre több feszültség jelenik meg. És ráadásul ki akarjuk érdemelni. És tehát az, hogy ki érdemli a pénzt. Nézzünk körül a világba, azoknál van a sok pénz, akik érdemlik? Hát ez igen, nézőpont kérdése, de nem igazán a kiérdemlésről szól, hanem valahol arról, hogy
ott tud bejönni, ahol teret hagyunk neki. És igen, vannak, akiknek olyan nézőpontjuk van, hogy szét kell rombolni a világot, csak hogy nekem legyen egy kicsi. Ezt látjuk kint a világban folyamatosan. Jó emberek meg erre ránéznek, és azt mondják, akkor inkább nekem nem kell, én nem ilyen akarom tönkretenni. Ilyen áron nekem nem kell. Ja, ilyen áron nekem nem kell. És van ezen túl, ezen a variáción túl. Tehát nem kell lemondani róla, nem kell kifosztani a Már világot. Megint nem a szar meg a fos, bocsánat. Pontosan, hogy tehát van egy nagyon alapvető különbség, hogy az adok-kapok, ott mindig mindennek ára van, és hogy ezt adom érte, ezt kapom érte, és megvan az árfolyama a dolgoknak. Van egy olyan dolog, amit úgy hívnak, hogy ajándékozás-befogadás. Az egy teljesen más minőség. Kicsit frivolnak tűnik a példám, de ezt úgy szoktam leírni, hogy ha megmutatod a tiédet, akkor én is megmutatom az enyémet, ugye óvodás játék, ez az adok-kapok. Az ajándékozok és befogadok az, hogy ha te megmutatod a tiédet, akkor én azt megnézem. És ez egy teljesen más viszonyulás. Tehát, hogyha mi van, hogyha nem, nincs semmiféle nézőpontom arról, hogy érkezhet a pénz az életembe. Leteszek mindenféle hülyeséget, és hajlandó vagyok bárhogy, bármilyen formába bárkitől befogadni, és nem folyamatosan azt próbálom kiszámolni, hogy én ezt hogyan fogom megérdemelni. És akkor ez nem azt jelenti, hogy a semmire várom, hanem ugyanúgy adom magamat. Az egész lényemből a hozzájárulást, visszafogás nélkül. Tehát például holnapi napon lesz egy tréning, amit szervezel nekem, és gyakorlatilag ez a körülbelül tizedáron megy ahhoz képest, amennyiért szoktam tartani. Visszafogom magam egy csöppet is? Nem. Maximálisan oda teszem magam, mert nem az számít, hogy mibe kerül a tréning, hogy az adott pillanatban mit. Lehet, hogy nekik számít, mert hogy nagyon érdekes, hogy valaminek az ára az nem csak az, hogy én mennyit szeretnék érte kapni, hanem mennyit kell elkérnem azért, hogy ő képes legyen befogadni. Ez egy teljesen más nézőpont. Tehát hogyha lényemet, a hozzájárulásomat visszafogás és méricskélés nélkül adom, ugyanígy tudok befogadni. Hogy totálisan élek, az élet is totálisan áramlik felem, még pénz formájába is. Nekem a Michael Jackson példát jutott eszembe, most zenészek már egy ideje megjelentek, amikor meséltél erről, hogy egy önfelett, egy önkifejezést élnek meg a színpadon, és ezért cserébe ömlik hozzájuk a pénzt. Tehát nem görcsösen, hanem egyszerűen ez a, ha megmutatod, én megnézem. Tehát, hogy ő kiénekli magából, ami benne van, és a közönség meg imádja ezt. És eszembe jutott az, amikor, azt hiszem, a romániai koncertje volt, az Michael Jacksonnak te osztott fel egyszer példaként, hogy hosszú perceken keresztül más sem csinált, mint ezt az energiát beengedte, visszaadta, és hogy őrjöngött a közönség euforikus állapotban, semmi performance nélkül, tehát egyszerűen csak a lényével ott volt jelen. Abszolút. És hogy, tehát, hogy nem jár a pénz. Tehát egy csomóan, hogy hidd el, hogy megérdemled. Nem jár, és nem megérdemeljük. Hanem van, ahogy a lényünk is van, adjuk magunkat, csak hogy tehát tulajdonképpen ez az, amiben meg tehát visszatérve, hogy ilyen keretes mű legyen, hogy nem tudjuk, hogy kik vagyunk, hogy úgy indul az egész dolog, hogy beleszületünk ebbe a valóságba, és a szüleink jó szándékkal legtöbbször, hál' Istennek, jó szándékkal, de
próbálnak ebbe a világba belehelyezni bennünket, és ott megvan egy nagy halomítélet, hogy na, ebbe ügyes, abban nem, ezt várjuk el tőle, azt nem, és senki nem kérdezi meg, hogy egyébként te ki vagy, és milyen hozzájárulásod van a világnak. És hogyha ki tudjuk bontani azt, aki én vagyok, és amilyen hozzájárulás én vagyok a világnak, az megindít felém, nem cserébe, hanem egyszerűen ahogy ajándékozok, úgy tudok befogadni. Tehát nem amit adok, azt kapom, hanem ahogy adok, úgy kapok. És ez így gyönyörűen tud működni. Érdemes letenni mindenféle nézőpontot és ítéletet. Még akkor is, hogyha ha úgy tűnik, hogy akkor elvesztem azt, ami alapján jól tudom csinálni. Tehát például a végtelen mennyiségű pénzt azért nem tudja, tehát fantáziának jó, de szinte senki nem tudja befogadni, mert akkor elveszne, hogy én ki is vagyok a pénzzel. És hát igen, az egyik legnagyobb kihívás, hogy hajlandó vagy-e túlmenni az összes definíción önmagaddal is, a kapcsolatoddal is, a pénzzel is, és felfedezni, hogy mi lehetséges itt. És olyankor egyszerűen túllépünk még a konkrétumán, és most írta az egyik barátom, hogy egyszer csak észrevette, hogy minden dolog ömlik hozzá, amit csak szeretne, legtöbbször úgy, hogy pénz nem is jön elő, és egyébként meg a pénz is, és hogy nem attól, hogy neki van egy fix valami, hanem az, hogy túllépett az ítéleteken, és túllépett még azon is, hogy muszáj, hogy pénz legyen az életében, hanem egyszerűen, ha van, ha nincs, és ebben a lazaságban, amikor kell, fölbukkan a pénz, amikor kell, fölbukkan az a dolog, amit a pénzért szeretett volna, egyszerűen, mintha gondviselés működne. És igen, amikor azt mondom, hogy gondviselés, akkor legtöbben itt így begörcsölnek, mert jó, hát hogyha gondviselés, akkor én spirituális vagyok, és onnantól nem szabad a pénzzel. Nem, mi van, hogyha pénzen keresztül jelenik meg a gondviselés? Mi van, hogyha a pénz egyébként egy totál hétköznapi dolog, és hogyha nem teszünk rá semmi jelentőséget, akkor könnyeden működik. Minél inkább bele tudsz lazítani az élet dolgaiba, annál könnyebben működnek. Csak azért, hogy keretes mű legyen, ahogy te is utaltál az előbb nagyon szépen, emlékszem, hogy egyszer azt mondtad, ugye sokszor használtad a mostani beszélgetésünkben is a hozzájárulás kifejezést, és azt a kérdést tetted fel egy tréningen, hogy mi lenne, ha rájönnél, hogy az lehet a legnagyobb ajándék vagy hozzájárulás a világnak, hogy te önmagad vagy. Uh-huh. Hogy visszatérjünk így a... Pontosan. Pontosan, és az, hogy ez az önmagad, ez a világ legegyszerűbb dolga, és mégis a legrejtélyesebb. Tehát ez nem egy image, nem egy tökéletesség, hogy megint Buddhát idézzem, hogy az ő egyik neve szanszkritul a Tathagata, az azt jelenti, hogy olyan, amilyen. Nem az, hogy tökéletes, nem az, hogy felsőbbrendű, hanem egyszerűen olyan, amilyen. És hogy tehát, hogy ez tehát emlékszem, hogy egy homokmandalát raktak össze szerzetesek a hiszem az Iparművészeti Múzeumban, aztán beleszórták a Dunába, és ott volt nem is a főláma, hanem egy ilyen cuki kis átlagszerzetes, aki annyira önazonos volt, annyira nem volt benne már semmi mesterkéltség, annyira falak nélkül volt energetikailag, hogy olyan volt, mint egy csecsemő. És gyakorlatilag az emberek így mentek el mellette, és így megálltak, és ámulva nézték, és olvadtak el körülötte. Nem volt egy csomó fal, és viselkedés, és helyesség, hanem csak ott volt, és
szeliden mosolygott, és nem akart semmit, és gyakorlatilag az egész bandából ő volt talán a legmegvilágosodottabb, nem is a főláma, hanem az, nem tudom, a fegyverhordozó, vagy mi a csuda lehetett ő. Nagyon erős késztetést éreznék, hogy még folytassam, és kérdést is témákat hozzak be, akár ez a leengedett falak, mert ez ilyen nagyon... Nagyon erősen jelen van, hogy lemerjük engedni a falakat, hogy félünk-e attól, hogy mi lesz, de ez már talán egy következő beszélgetés témája lehet, ha lesz még kedved eljönni hozzánk máskor is. Ez alkalommal megköszönöm, hogy itt voltál velünk, nektek pedig köszönjük a megtisztelő figyelmet, iratkozzatok fel a csatornára, jövő héten megint jövünk, András, téged is várunk vissza, köszönjük szépen. Köszönöm szépen, szevasztok.